Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy mikrotikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok, vágjunk bele! A mai rész az kifejezetten a hibakeresők kenyerét fogja gyarapítani, hiszen Eljön az a pillanat minden hálózat életében, amikor meg kell keresnie valamilyen anomáliának a gyökerét, meg kell tudni magyarázni azt, hogy A-ból B-be az a kommunikáció miért nem tud eljutni, vagy ha el is jut, akkor azt miért sérülten, miért túl, miért nem az elvárásoknak megfelelően teszi. Akik már kicsit régebb óta ismerik a, a mikrotik a platformjait, ismerik azokat a beépített általánosan napi használatban lévő eszközöket, amikkel ilyen forgalmi vizsgálatokat tudunk végezni. Talán az egyik legnépszerűbb a torcs, hiszen egy interfészen jobb klikkelve pillanatok alatt el tudjuk érni azt az interaktív megoldást, amivel látjuk, hogy milyen forrás címről, milyen célcímre, milyen IP csomagok esetleg azok körül, milyen keretinformációk szerepelnek, hiszen ugyanis már régóta például a, a kat is megmutatja körülötte a rendszer. A de vannak azok az esetek, amikor ez nem elég. És mit tehetünk, milyen uh, lehetőségeink vannak még. Kitalálhattátok már, hogy a Packet Sniffer sűrű sötét erdejébe szeretnélek titeket bevezetni. Mégpedig ott egy olyan megoldást szeretnék megmutatni, amivel egyszerűsíthető, rugalmasabbá tehető a csomagok keretek vizsgálata, ha éppen erre szükség van. Magát az eszközt a Tools Packet Sniffer menüpont alatt találjuk, és három főre tagolhatjuk szét a funkcionalitásával kapcsolatos konfigurálni valókat. Az elsőn megadhatjuk azt, hogy milyen memórialimittel esetlegesen csak a header információknak a kibontásával foglalkozzon az eszköz, illetve itt tudom egyből azt is meghatározni, hogy a kimenet az mondjuk fájba készüljön. Tehát nem feltétlenül kell ezt az információt itt rögtön kielemeznem, hanem akár egy ilyen összegyűjtött dumpot, egy dump fájlt készíthetek vele. Persze ilyenkor figyelnünk kell arra, hogy az eszközünknek milyen tárolókapacitás lehetőségei vannak, tehát van-e rendelkezésre álló flash és egyéb meghajtó arra, hogy ezeket a fájlokat tároljuk, vagy ezt a fájt tároljuk. Itt a General Fülön található memória limitnek amúgy van egy fontos jelentősége. Ugye, ha magát a paket sniffert olyan üzemmódban használjuk, amikor nem is fájba, és nem is egy külső alkalmazásba szeretnénk streamelni, akkor a, azokat a kereteket, csomagokat, amiket elfog majd maga a sniffer, azt ebbe a memóriába fogja belegyömöszölni. Most nyilván, ha ez a memória terület elfogy, két lehetőség van, hogy vagy megáll a sniffer, vagy pedig automatikusan a memory scroll opció van bekapcsolva, ami azt jelenti, hogy egyfajta ilyen Möbius szalakként uh, újra és újra írja, tehát a legrégebbi bejegyzések nyilván ki fognak potyogni majd ebből a, a memória területből. A memória területen elemzést, illetve hát annak a tartalmát az alábbi négy nyomógombbal tudjuk megvizsgálni, ugye a packets, connections, hosts, illetve protocols. Ezekkel van lehetőségünk rátekinteni erre az elfogott csomagok kereteknek a halmazára. Nézzünk bele például a Peggy-be. Itt látjuk, hogy milyen interfészen, forrás célcímmel rendelkező csomagokat fogott most össze a a snifferünk, és ezekre duplán kattintva további információink vannak ezek tartalmáról, sőt, akár magát a nyers csomag állományt is meg tudjuk nézni. Így, ha jól ismerjük azt a fajta csomagot, amit keresünk, vagy azt a jelenséget, akár itt rögtön megnézhetjük, nincs szükség arra, hogy, hogy Na de hát ki az, aki több százféle protokollnak a paraméterezését, fejlés sorrendjét fejben tudja tartani? Ilyenkor jön jól a Wireshark, és ezért megyünk tovább, és megnézzük, hogy mit találunk a streaming lehetőségek között. A következő streaming fül alatt foglalkozhatunk és dönthetünk arról, amiről igazán kell, hogy szóljon ez a mai kis gyors talpalunk. Ez pedig maga a streaming lehetőség egy tasmán ördögszerű kis protokollal, a TZSP-vel fogjuk tudni azt az információt átstreamelni egy külső elemző szolgáltatás számára, ahol majd beletekintünk ebbe a csomagokba, megvizsgáljuk azt a szekvenciát, amire kíváncsiak vagyunk. A TZSP protokollnak a használata amúgy is izgalmas, hiszen odakint a vadvilágban ugye van egy Wireshark nevezető eszköz, amelyet már nagyon sokan ismerünk és akár készséggel használunk. A Wiresharkkal könnyen tudunk ilyen forgalmakat elemezni, oda el tudjuk juttatni és át tudjuk streamelni az itt összegyűjtögetett és megfigyelt forgalmat. Ezt mindössze néhány paraméter megadásával aktiválhatjuk. Először is megadjuk a szervernek az IP címét, ahol az a Wireshark majd hallgatózik. Megadhatjuk a portot, ha szükség van rá, és nagyon fontos opció a stream filterezése, amit kitalálhattátok. A következő fülön tudunk majd konfigurálni. Ha ezeket az opciókat meghatároztuk, akkor utána bekapcsolható és elindítható a streamelés, illetve hát maga a csomagoknak az összegyűjtögetése és beleterelése ebbe a, a Tasman protokollba. Na nézzünk körül még a filter lehetőségek alatt, és hogy miért is fontos a filter. És nyilván mivel ezt az információ halmot, ezt a folyamot mi ki fogjuk streamelni egy külső hostra, hogyha túlságosan sok csomagot kapunk el, és túlságosan nagy mennyiségű információt ragadnak majd el ezek a filterek, akkor túlterhelhetjük esetleg azt a vonalat, amelynek a végén ez a hallgatózó elemző alkalmazás a Wiresharkon fog csücsülni. Igaz, hogy ez egy UDP alapú protokoll, tehát a TZSP ugye egyfajta ilyen elárasztó módon képes nekünk oda küldeni ezt az információt. Pontosan ez miatt kell igazán figyelni arra, hogy ne terheljük túl ezt a streaming kapcsolatot. És akkor nézzük, hogy milyen opciók találhatók a filter alatt. Nyilván itt vannak mindazok, mindazon paraméterek, amelyek a, az IP csomag található információk alapján végezhetünk még, még szűréseket, de talán a legfontosabb az az, hogy melyik interfészen be vagy kimenő forgalmat szeretnénk ellenőrizni és elemezni. Ha magát a filtert felkonfiguráltuk, az én példában most itt egyszerűen csak egy interfészt és egy IP címvizsgálatot fogok engedélyezni, tehát azokra a csomagokra vagyok kíváncsi, amik ezen az interfészen vagy erről a forrás címről, vagy erre a cél címre tartanak. Ezt egyszerűen apply elfogadom. Ezután elindíthatom magát a streamelést. Na most a Sniffer szolgáltatással kapcsolatban azt, hogy éppen stopped vagy running állapotban van, ugye erről az ablak alján kapunk visszajelzést. Maga a szolgáltatás a Winbox vagy az SSH vagy a céli Sessionünknek a megszakításával nem fog megállni. Tehát ez fontos dolog, hogyha egyszer egy ilyen sniffer objektumot elindítottunk, egy ilyen sniffer szoftvert elindítottunk, ez addig fut, amíg azt mi erőszakkal le nem állítjuk, vagy újra nem bútoljuk a rútert. Tehát ne feledkezzünk meg arról, hogyha a dolgunk végeztével megtaláltuk a megfelelő, megkaptuk az információt, akkor le is kell állítani majd ezt a szolgáltatást. És akkor nézzük, hogy a streaming oldalon mit kell tennünk. Szerencsére, mivel maga a Wireshark ismeri a, a tzsp azaz ezt a Tasman protokollt, így a filter szekcióban elegendő mindössze ezt megadnunk. Mutatom, hogy hogy. Indul a Wiresharkunk. Ki kell választanom először is azt az interfészt, amin keresztül beérkeznek ezek a csomagok az én esetemben most ez lesz, és az elindulást követően itt a filter mezőben megadhatom csak egyszerűen azt, hogy TZSP szűrő alkalmazása, és ebben az esetben már csak azokat a csomagokat fogom itt belül látni, amelyeket a RouterOS OS Packet Sniffer -e -e lát nekem. ha lent itt a vizsgálati mezőkben megnézzük a felépítését, itt látszik is, hogy valójában igen, kívül ott van egy, egy IP, IP fejlét, és azon belül itt van a TZSP protokoll, ami kapszulálva kapom meg azt az információt, amit én a túloldalon belegyömöszöltem. Tehát já, megfelelően így kell értelmeznünk, ezen belüli csomagok, keretek fognak majd minket izgatni igazán. A bekonfigurált szerint nézzünk meg egy SSH kapcsolódást, egy SSH session hogy az hogy néz ki. Indítok egy SSH kapcsolatot egy idegen hostra. Felhasználom egy jelszó. Én maga a session létrejött, sikeres. Ezt rögtön most be is zárom. És hogy feleslegesen több információt a, a snifferünk már ne küldjön át a, a Wiresharknak, így én most le is állítom egyúttal ezt a packet sniffert. Nézzük, hogy mi történt a Wireshark oldalon. Itt van a kivonatunk és itt szépen látszik a TCP szekvencia. A TCP színnel, az arra adott azok az üzenet, üzenetek és üzenetek sorai, amelyek a TCP session során létrejöttek, és ugye legördítünk ugye a, legaljára, itt látszik is, hogy a maga a session sikeresen ezzel a fin üzenettel bezárult. Látjátok, ilyen egyszerű mikrotikkel és wireshark egy egyszerű TCP kapcsolatnak a sniffelése és elemzése. Ha további tippeket szeretnétek látni tőlünk, akkor írjátok meg kommentben. Sziasztok!